Ne pusztítsd az élet fáját. Halld meg egy faimáját. Könyörülök. Kérlek, ismerd fel, hogy óvnod kell. Védelmezz. Ajándékod vagyok. Az éltető levegő. Hát lélegezz. A környezetvédelem és a sport került a fókuszba október 7-én a Bozsik József Általános Iskolában. Szeptember 30-án rendezték meg a hagyományos sportnapot faültetéssel kiegészítve. A programok jelentős részét meg tudták valósítani, de az időjárás miatt a duatlon versenyt és a faültetést elhalasztották. Azonban október 7-én mindkettő megvalósulhatott. Kraft Horváth Lórenda, a polgármester és Takács József önkormányzati képviselő a környezetvédelem és a faültetés fontosságáról beszélt a gyerekeknek. Közös gondolkodásra hívták a diákokat, hiszen fákat mindig a jövő generációjának ültetnek. Az ültetésben a Városgazda Nonprofit Kft. Munkatársai is segítettek. A hagyományos őszi sportnapunk, ami szeptember végén volt, kapcsolódott ehhez a programhoz, hiszen a fenntarthatóság és a környezet iránti tisztelet szeretet az olimpiai neveléshez is nagyon jól illik, mert hogy az olimpiai értékek nevelés és oktatási programjához is csatlakoztunk, és úgy gondoltuk, hogy egy komplex sportnapot tartunk, aminek része a környezettudatosság és a fenntarthatóság is. A 10 darab fa ültetése társadalmi összefogásnak köszönhető. A Zöld Kéz Egyesület ajánlotta fel az iskolának. A város zöld felületeinek gyarapítása mellett a felelős állattartással kapcsolatos ismeretterjesztés is céljuk. Az Egyesületünk most vállalt először ilyen egyfajta média jelenséget. Úgy gondoltuk, hogy ez egy megfelelő pillanat arra, hogy ezzel üzenjünk is, hiszen egy iskolában ültettünk fákat, tehát ezáltal ugye a jövőnek is szerettünk volna üzenni. Az iskola nagyon régóta várt már arra, hogy itt a parkjában a hiányosságokat befoltozzák. Régen ez egy gyönyörű parkkal rendelkező iskola volt. Reméljük, hogy ezáltal is vissza tud térni az iskola a régi kinézetéhez. A fiatal generáció egyre intenzívebben érdeklődik a környezetvédelmi témák iránt. Fontos, hogy fákat ültessünk, annak érdekében, hogy szebb legyen a környezetünk, ezek a fák nekünk tisztítják a levegőt, és akár a gyerek felmászhat rá, vagy hintát lehet rá akasztani, még akár a madaraknak búvóhely és élőhely is lehet, árnyékot is adhat nekünk nyáron, a nagy melegekben. A faültetést követően délben folytatódott a program, amikor elindult a felső tagozatosoknak meghirdetett duatlon verseny rajtja. Az előbb említett értékek mellett nagyon fontos az is, hogy a kiegyensúlyozott, a lelki egészséggel rendelkező boldog gyerekekhez a mozgás, a sportolás is hozzátartozik, és igenis, hogy egyre nagyobb kihívás kirángatni a mai gyerekeket a mindenféle kütyük világából. De szerencsére ez nekünk még sikerül, mert hogy nagyon várják azt, hogy ki lesz majd az idei bajnok, és majd a megfelelő jutalmat is természetesen. A jutalom sporteszköz, valamint az a póló volt, amit Bognár Balázs tanár úr tervezett kimondottan erre az alkalomra.